Olyan vagyok, mint hamupipőke. Folyton csak mosogatok és takarítok. És mindenki ütlegel. Hamupipőke, most fel az összes szobát a házban, a vécéket is. Főzd meg az ebédet, aztán mosogass el, pucold ki a ketrecet és vidd ki a kutyát. És persze a szemetet is. Aztán vasal ki imádott lányaim kimenő ruháját, utána vasd meg az ágyukat, ha megjönnek a bálból. Ja, Istenkém, ilyen az élet. Soha nem vártam az élettől szőke herceget. És most mégis betoppant. És már is elhagy engem. Istenkém, jaj, csak álmodtam, hogy már nem vagyok vak. Álmomban nincs baj a szememmel. De ma van a nagy nap, végre ma. Te vagy az anya? Igen, itt vagyunk apáddal együtt, kislányom. Végre ma megnéz az a híres orvos. Igen, kislányom, de először beszélnünk kell veled. A mindenit. Ki vele gyorsan? Mária de Jesus. Úgy gondoltuk, hogy jobb lenne, ha végig észben tartanál egy valamit. Ez csak egy vizsgálat. Tegyük fel, hogy nincs semmi remény, hogy ismét látni fogsz, és... Hogy nincs remény? Nos, csak azért, mert tételezzük fel a legrosszabb eshetőséget, lányom. Mert ha ábrándokba ringatjuk magunkat, és mégis
Szerte fosztanak az ábrándok. De hát én tudom, hogy újra látni fogok, anya. Nem maradok vak egész életemre. Adja az ég, lányom. Anyáddal csak szerettünk volna szólni. Mert nagyon féltünk, mi történik akkor, ha kiderül, hogy a diagnózis esete kedvezőtlen. Gondolni sem akarok rá, apa. Mégiscsak gondolni kell rá. Persze, ez csak egy eshetőség. Nem. Ma nagyon nagy nap lesz az életemben. Az orvosok azt mondják, hogy meggyógyulok. És hamarosan látni fogok. Én tudom, apa, komolyan. Figyelj, az orvos eljön, és ma megvizsgál engem itthon, ugye? Így igaz. Nem sokára itt lesz. Na jó, én azt mondom, hogy kell, felzuhanyozz le, és ha nem jön meg Anna Julia, se baj, itt vagyunk Candeláriával. Valahogy majd segítünk. Egyet értesz, édesem? Hát persze. Nagyon is készen állok rá. Valahol máshol jár Juan Miguel. Talán gondok gyötrik? Ma van a nagy nap, amikor a szemész Patricio úr megbízásából megvizsgálja Marichuit. Nem kell úgy aggódnia. Meglátja, hogy a dolgok jól alakulnak. Ideje már, hogy minden végleg változzon Marichui életében. Oh, ez minden vágyam. Ma meglátjuk, megműtik-e vagy sem. De ha nem akarják megoperálni, akkor itt az idő, hogy személyesen gondoskodjak a gyógyulásáról. Itt van az orvos és az asszisztensei. Akkor fogadjuk őket, Cecilia. Azonnal itt lesz Anna Julia és Legis. Rendben, apa. Apa, de inkább Candeláriá jöjjön. Nem lehet. Ő most a fiadra vigyáz, édes. Menjünk. Anna Julia majd lekísér téged. Jó. Látom, hogy örülsz. Igen, anya. Nagyon boldog vagyok. Gyere, Cecilia, fogadjuk az orvost. Ja, igen, marad csak itt, meg nem osztom. Jó, itt maradok, de küldök valakit. Csak siessetek. Már is itt van az orvos, meg a kollégái. Tudunk róla, Anna Julia. Légy szíves, segíts Marichuinak készülődni. Igen, Patricio úr, ahogy parancsolja. Bocsásson meg. Te vagy az Anna Julia? Igen, Marichu. Figyelj, képzeld, megjött az a híres orvos. Uh-huh. Jaj, hát, ez tök jó. Komolyan mondom, annyira izgatott vagyok. El sem hiszem, hogy itt van. Nem kell túlságosan reménykedned. Dehogy is nem. Szerintem ez az új orvos azt mondja, hogy meggyógyulok. Figyelj, azt elmondtam, hogy újra látok. És egy csomót bicikliztem, meg játszottam a kisfiammal. Újságot olvastam az újságos bódénál. Sok mindent álmodtam, mozgalmas álom volt. És a végén futottam. Egy hosszú úton futottam, és a végén ott várt. Ki várt ott a végén? Nos hát, ott volt egy férfi. Juan Miguel Saroman. Na jó, nem, bevallom, magam sem tudom, hogy ki volt. Nem láttam az arcát, de aztán meg mellette futottam, átöleltem és megcsókoltam. Ja, Istenem! Képzeld csak el, teljesen olyan volt, mintha átéltem volna. El tudod képzelni a szörnyű csalódást reggel, amikor felébredtem és rájöttem, hogy az egész csak álom volt? Nem lehet igaz. És azóta sem látok. Mi a baj? Nem mondasz semmit? Most miért nem szólalsz meg? Megnémultál, vagy mi? Marichui, kérdeznék tőled valamit. Légy szíves, őszintén felelj. Ha az az orvos, aki megvizsgál, közli, hogy megműt téged és újra látni fogsz, megbocsátanál Juan Miguel Saromannak? Aj, válaszolj gyorsan, de őszintén. Ha látni fogsz újra, megbocsájtasz? Igen, Anna Julia. Megbocsátanék. Azok után, amit ellened tett, semmi sem változott, hiszen a feleségét választotta helyetted. Amikor eltűnt a gyerekkel, te voltál a hibás. Amíg bent feküdtél a kórházban, mert golyót kaptál a fejedbe, nem ment be, nem érdekelted. Ő tehet a második balesetről is, Marichui. És ezek után te megbocsátasz neki. Thank you.
Tegyék ezt ide, azt meg oda kérem.